Nagybecskereken a legkomolyabb ilyen eset a múlt hónapban történt, amikor egy sofőrt megtámadtak, három autón betörték az üveget és a tükröket, valamint elloptak egy tabletet. A rendőrök nem sokkal ezután megtalálták az elkövetőt, aki ellen vádat emeltek az illetékes ügyészségnél. Attól függően, hogy szabálysértésről vagy bűncselekményről van-e szó, a rendőrség megfelelő eljárást indít az elkövető ellen, vagy pedig a taxisofőr saját pert indíthat. Az egyre gyakoribb támadások miatt a taxisok elővigyázatosabbak lettek. Zorán Micics, az egyik nagybecskereki taxi egyesület ügyvezető igazgatója szerint a támadások célja leggyakrabban az, hogy kirabolják a sofőröket. A mi sofőrjeink minden váltás után átadják a náluk lévő készpénzt, így általában csak a fizetéskor szükséges visszajáró pénz van náluk. Emellett pánikgombokat helyeztünk el a GPS követőrendszeren, így minden pillanatban tudjuk, hogy hol tartózkodik a jármű, támadás esetén pedig a központnak és a többi taxisnak is jelezhet a megtámadott sofőr. Mide Milosev 10 éve dolgozik taxisofőrként, még nem volt része kellemetlen és veszélyes helyzetekben, de megdöbbentő számára az, hogy a bíróság a kollégái bántalmazását úgy kezeli, mint a hétköznapi támadásokat. Szerintem ezen változtatni kellene, mert ezek az esetek mégis munkahelyi támadásnak számítanak, és szigorú büntetéseket kellene bevezetni. Nem lehetünk egyformák azokkal, akiket azért támadtak meg, mert erőszakoskodnak. Annak ellenére, hogy más városokhoz viszonyítva Nagybecskereken a legolcsóbb a taxizás, a legtöbb rendőrségi feljelentés éppen a kifizetetlen taxiszámlákra vonatkozik.